Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Önök a Nyíklátházi Televízió október 28-ai adását látják. Mai teljes adásunkat az 1956-os megemlékezéseknek szenteljük. Megmutatjuk, hogyan ünnepeltek az általános iskolában, illetve a városi rendezvényen. Október 22-én tartották az ünnepi megemlékezést a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói és dolgozói. A színvonalas műsort a 6. B-osztályos tanulók adták Zámborszky Györgyné tanárnő vezetésével, valamint az énekkar közreműködésével. Thank you.
elsírtak, csorgott a vérük, belehaltak. Diákok voltak, s ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Október 24-én a páncélosok megkapják a tűzparancsot, s a felkelők itt is, ott is felveszik a harcot. A rádió óránként betiltja a forradalmat. Kér, könyörög, panaszkodik, fenyegetőzik, de erdőre az utcakövet már meg 250 ember vére festi. Börtön. A határokon áll.
A városi ünnepség Isten tisztelettel kezdődött a Látházi Református templomban, majd a Szabadság téren folytatódott az ünnepi műsor. Végül az intézmények, pártok képviselői helyezték el a megemlékezés virágait. És csak a 300 férfiút tartotta meg.
A Midian tábora pedig aludta feküdt a bőrben. És mondta neki az Úr azon az éjszakán, kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Úrra a te szolgád a táborba, s hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és Úrra és az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak. És a midianiták és az amalekiták és napkeletiek minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága. Tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a föveinek, mely a tengerpartján van. Mikor pedig Gedeon odaért, íme az egyik férfiú éppen álmát beszélte el a másiknak, és ezt mondta, íme, álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergett alá a midianiták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt úgy, hogy eldőlt, és felfelé fordította, és a sátor ledőlt. A másik azután felelt, és ezt mondta, nem egyébez, mint Gedeonnak a Jóás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát. Amikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtotta magát, és visszatért az Izrael táborába, és ezt mondta, keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr Midián táborát. És a 300 embert 3 csapatba osztotta el, és mindegyiknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat, és fáklyát a te korsókba. És ezt mondta nekik, én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek, és ime én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amint cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Ha én a kürtbe fúgok, és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. És lement Gedeon, és az a 100 férfi, aki vele volt a tábor széléhez, a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor éppen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel, és összetöré a korsókat, amelyek kezükben valának. És kürtölt mind a 3 csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükbe tartották fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának fegyverre az Úrért és Gedeonért. És mindegyik ott állott a maga helyén, a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. És mikor a 300 ember belefújt kürtjébe, fordította az Úr kinek-kinek fegyverét az ő fele barátja ellen az egész táborban, és egész Bét Sittáig futott a tábor, Cerrella felé, Abel Mehola határáig, Tabbaton túl. Amen. Szeretett testvérek, egy ókori szabadságharcról szólt az ősi bibliai igeszakasz. Kedves testvérek, az Istent nem lehet megcsúfolni. És ha az ő népe észhez tér és Istenhez visszatér, akkor az Úr maga hadakozik érette. Mi tehetünk bármit, nem fog sikerülni. De ha az Isten azt mondja, hogy elég volt, erről a mai napon nagyon sok előadást fogunk hallani, szakemberek, történészek szájából, hogy ezt mondta a magyar 1956. október 23-án, hogy elég volt. De ha az Isten mondja, hogy elég volt, akkor annak nagyon komoly következménye van. Kedves testvérek, a Biblia történelem szemlélete, hogy Isten beleszól a történelembe. Hogy az Isten a történelem ura,
hogy vannak Istentől való vezetők. Kedves testvérek, ilyen volt Gedeon is. Van egy mondás, hogy a nehéz és a rossz idők erős embereket szülnek. Az erős emberek jó korszakokat teremtenek. A jó korszakok gyenge embereket szülnek, és a gyenge emberek rossz korszakokat teremtenek. Így halad előre a történelem, és a történelem minőségét az ember minősége határozza meg. Ugyanis, kedves testvérek, aki nem jó embernek, az nem jó magyarnak se. Kedves gyülekezet, a hatalmas római birodalmat annak idején se fegyverrel győzték le, hanem azt mondják a történészek, belülről rothant, szét, erkölcsileg. Kedves testvérek, október 23-a van, nagyon sokat szenvedett ez a magyar nép, tanultok a történelemből, Bocskai, Betlen, Rákóczi, mindnek az ásztalján ez volt Isten, haza, család. Ott van 1948 és ott van 56, és mindig szabadság szeretőek voltunk. Senki ne tanítson engem arra, hogy milyen jó dolog rabszolgának lenni. Mert nem jó. Mert az Isten ültette el a csiráját, a szabadság utáni csirát. De nagyon vigyázzatok! Ez nem az Istentől való szabadság, az Istentől való elszakadottság, szabadsága. Mert mitől is független a független? Nem az értékektől kell legyél független, hanem az értékek számára kell legyél szabad. Kedves testvérek, milyen jó, amikor az Isten megszabadít bennünket bűneinktől, múltunktól, új kezdetet ad. Milyen jó, és a mi népünk többször kimondta a történelemből, hogy elég, és most is mondja a mi népünk, nem tankokkal, hanem a bankokkal harcolunk. Akik kilóra meg akarják menni az egész világot mindennel együtt, és szemet szúr nekik, hogy van itt egy kis maroknyi nép Közép-Európában, aki még mindig azt mondja, Isten, haza és család. Kedves testvérek, a családot is ki akarják csavarni a kezünkből, és szivárványos változatossággal akarják az erkölcsünket megrothasztani. Van miért harcolni? Van miért imádkozni? Van miért észhez élni? Én úgy gondolom, hogy igen. Nyugat erkölcsi romlásának ma a szemtanúi vagyunk. Kedves testvérek, Gedeon példája azonban azt mutatja nekünk, hogy nem lehetetlen, hogy egy kis nép mégis győz. Mert az Isten harcol élettel. Két dolog van, ami csodálatra indít, a csillagos ég fölöttem, és az erkölcsi törvény bennem. A mai nap így imádkozzunk, Isten, áld meg a magyart. Amen. Hálát adjunk neked, ki láthatatlanul, de hatalmasan jelen vagy az életben. Aki beleszólsz a történelembe,
és olyan fordulatokat adsz, hogy az ember füle, ha hallja, belecsendül és szeme belekáprázik. Köszönjük, felséges Isten, hogy harcolsz, érted harcolókért. Köszönjük, hogy mennyei segítséget kérhetünk, amikor Istenért, hazánkért és a családjainkért, a jövőért harcolunk. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyen édes számunkra a rabszolgaság. Könyörülj rajtunk, hogy Istenhez méltó emberek legyünk, és ne hozzunk szégyent tereád, Jézus Krisztus, aki inkább meghaltál, de egy pillanatra se adtad meg magad. Így fohászkodunk, Urunk, önnön magunkért, testi, lelki, szellemi egészségünkért, a koronavírus következő járványa ellen könyörgünk, szabadíts meg bennünket mindenféle járványtól, inváziótól, pusztító áramlatoktól. Könyörülj családjainkon. Imádkozunk gyermekeink és unokáink életéért. Vajon milyen élet lesz 50 év múlva itt, Magyarországon? Könyörgünk, Urunk Istenünk, településünkért, ahol lakunk, vezetőiért. Könyörgünk egész országunkért, hogy Istentől való vezetőink legyenek, és ha vannak, áld meg és erősítsd meg őket. Könyörgünk, Urunk, az egész világon szétszóródott, Istentől elvadított magyarságért, hogy Jézus Krisztushoz visszaszerítőjenek. Felséges Istenünk, hálát adunk a megváltó Jézus Krisztusért, akinek a zászlaja alatt felcsillan a remény a győzelemre. Így kérjük, bocsáss meg töröld el bűneinket, engedd, hogy tudjuk szeretni Krisztust és embertársainkat. Így kérjük szent lelkedet, jó lelkedet, áldásodat és békességedet. Hallgass meg imádságunkat Magyarországért, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezők! Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján tartandó megemlékezésünkön. Felkérem Tóth Balázs polgármester urat ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelt ünneplő közösség! Ma a magyar történelem egyik csodájára emlékezünk. Az 1956-os forradalom és szabadságharc maga volt a csoda, ahogy megszületett, élt, és ahogy szellemisége túlélte a kegyetlen megtorlás időszakát. Senki nem számított rá, még maguk, a szegedi egyetemisták sem, hogy az 1956. október 16-án életre vívott Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségével elindítják az események menetét. Konfúciusztól kérdezték egyszer tanítványai: Mester, meddig kell még várnunk, hogy sorsunk jobbra fordulhasson? Ha vártok, felelte a mester, akkor még sokáig. A nemzet szíve ott és akkor egyként dobbant, és ez a dobbanás megrázta a világot. Október 23-a azóta is egy nemzet szabadságért vívott harcának álló csillaga Európa egén. A Magyar 56 ma is érvényes jelentéssel bíró eseménye a világ 20. századi történelmének, mert zsinór mértéke a szabadságnak. Az emberek, akik magukat nemzetként határozták meg, akik bátorságát az adta, hogy közösségként élték meg egymást, és hazának élték meg országukat. Éppen ezért nem tűnt el nyomtalanul a történelem süllyesztőjében a forradalom, bár vérbe folytották, üzenete a mai napig itt él közöttünk. Az 56-os hősök példát mutattak hazaszeretetből és a haza iránti elkötelezettségből. Ők azok, akik mindenüket kockára tették, mindent feláldoztak a nemzet szabadságáért, függetlenségéért. Erejük az összefogásban rejlett, egységesen és egységben léptek fel az idegen elnyomó hatalommal szemben. A magyarság jól tudja, milyen érték a szabadság, hiszen mindig is vágyott rá. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eszménye, ez a szabadság, végigkíséri múltunkat, jelenünket, és nélküle nincs jövőnk. Sokszor megfizettük az árát, és arról önként sosem mondtunk le, mint ahogy nemzetünkről és a szabadságot jelentő önrendelkezésünkről sem mondtunk le soha. Hozzánk hasonló, egyszerű emberek az 56-os hősök, akik nem akartak közösség, gyökerek és a legfontosabb, hit nélküli emberekké válni, nem akartak még sokáig várni, hogy sorsuk jobbra fordulhasson. Így néhány nap alatt hőssé értek, akikre ma tiszta szívvel emlékezhetünk. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak. Hazám, hazám, édes hazám, bár csak határidat látnám, látom füstjét, de csak alig, az ég alatt sötétedik. Még azt mondják, nem a füstje, hanem a nagy hegynek ködje. Felmennek én a nagy hegyre, annak is eltetejére. Onnan nézek hazám felé, édes anyám háza felé. Édes anyám, gyújtsd gyertyára, hazamegyek vacsorára. Hadd egyem egy víg vacsorát, melyet édesanyám csinált. Édesanyám, gyújtsd gyertyára, hazamegyek vacsorára. Hadd egyem egy víg vacsorát,
melyet édesanyám csinált. Forralj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret, s arra kérem Istenemet, hogy el ne hagyjon ingemet. S arra kérem Istenemet, hogy el ne hagyjon ingemet. Barta Klári, 1956. Tüzet sem gyújtottak, s kigyúltak a lángok. Szemek szikráztak, fölizzott a szív. Testvér lett az is, kit először láttál, s megittasultál, hogy a haza hív. Különös ősz volt. Ízelett a szónak, a készfogásnak újra ereje. Fájó gerincet gyógyította gyorsan a friss szabadság gyógyító melege. Sokan eltűntek. Volt, ki messze szökve cipelte sebét, s még ma is zokog. Volt, ki vallott sosem ismert bűről, s elszenvedte, mit érte kapott. Sortűz is dördült. Az volt a szerencsésebb, kit nem lengetett magasan a szél. Az eltaposott nemzet fájdalmáról szavak helyett sok sírgödör mesél. Polgármester úr köszöntője után a Kossuth Lajos Általános Iskola 8. osztálya is diákjait hallhattuk. Molnár Virág a Hazám, Hazám, bár határidat, ha látnám, című moldvai népdalt énekelte, Magyar Grétától pedig Bartal Klári 1956 című verséből hallhattunk részletet. Felkészítőjük Berecki Zita és Kovács Téglás Adrien tanárnő volt. Most dr. Fekete Sándort, a Miskolci Egyetem adjunktusát kérem ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt ünneplő hallgatóság, hölgyeim és uraim! Az 1956-os forradalom mára igazi történelmi eseményé vált. Az ország lakosságának nagy része, különösen a fiatalabb generációk már csak a történelemkönyvek lapjain, ismeretterjesztő műsorokban, nosztalgiázó idős emberek visszaemlékezéseiben és ilyen ünnepi beszédekben találkoznak 1956-tal. Ez részben így van rendjén, hiszen 65 évvel ezelőtt történt eseményekről van szó, a forradalom résztvevői és tanúi közül egyre kevesebben vannak már közöttünk. Ennek ellenére október 23-a több kellene, hogy legyen, mint egy fejezet a történelemkönyvben, vagy egy pirosbetűs ünnep a naptárban. Az 1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor szinte az egész ország egy emberként lépett fel egy közös ügy érdekében. A közös ügy a sztálini típusú diktatúra elsöprése és a szovjet megszálló csapatok kivonása volt. 1956. októberének utolsó napjaiban e két célért küzdött mindenki, ki szóval, ki fegyverrel. Mégis a forradalom kirobbantóinak és résztvevőinek egészen különböző elképzelései voltak a jövőre nézve. Mást akart Nagy Imre, a később kivégzett miniszterelnök, mást vártak a gyárakban megalakult munkástanácsok tagjai, más céljai voltak a fiatal íróknak és újságíróknak, és megint csak más célok vezérelték a barikádokon harcoló munkásokat, diákokat. A vidék parasztsága természetesen nem a háború előtti kor nagybirtokrendszerét akarta visszaállítani, de nem is az erőszakkal létrehozott TSZ-ekben akart dolgozni, hanem saját földjén kívánt gazdálkodni. A gyári munkások sem a régi tulajdonosoknak szánták a gyárakat, hanem saját kezükbe akarták venni a termelés közvetlen irányítását. Az írók, újságírók, művészek csupán szabadon szerettek volna élni és alkotni. Egy dologban azonban mindenki egyetértett. Véget kell vetni a kommunista diktatúrának és a szovjet megszállásnak. Ezért vállalt miniszterelnökséget Nagy Imre és miniszteri tárcát sok kiváló ember,
ezért fogtak fegyvert a pesti srácok a Korvin közben a Szénatéren, valamint sok kisebb településen az ország számos pontján. Magyarország egyedül maradt. Az adott külpolitikai helyzetben nem számíthatott külső segítségre. A hidegháború törékeny egyensúlyát a másik szuperhatalom, az Egyesült Államok sem merte megbolygatni. Nagy csalódás volt ez Magyarország népének, akik napokon át hiába várták a Szabad Európa Rádió által ígért amerikai ejtőernyősöket. A forradalom vérbe folytását azonban megelőzte 10 reménnyel teli nap. Minden résztvevő úgy érezte, hogy történelmet írt. És valóban azt tették. Történelmet írt a miniszterelnök és a kormány, miközben megpróbálták a forrongó országot irányítani. Történelmet írtak a munkástanácsok tagjai, akiket saját társaik demokratikus úton választottak meg annak érdekében, hogy a gyár valóban a dolgozóké legyen. A szó igazi értelmében is történelmet írtak az írók, újságírók és művészek, akik évek óta először alkothattak szabadon. És történelmet írtak az október 23-án utcára vonuló egyetemista és középiskolás diákok, akik közül sokan fegyvert is fogtak később. De történelmet írtak azok is, akik ledöntötték a gyűlölt Sztálin szobrot, és leverték a kommunista diktatúra jelképét, a vörös csillagot a középületekről. 1956. októberében nagyon sok embernek kellett egész életére kiható döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés később az életébe került, másoknak hosszú börtönéveket, vagy több évtizednyi emigrációt jelentett. A fegyveres erők és testületek tagjainak talán még nehezebb volt a döntés. Sokan közülük olyan helyzetbe kényszerültek, hogy választaniuk kellett az ország alkotmányára letett esküjük, elöljáróik parancsa és saját személyes meggyőződésük között. Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot. Nem rajtuk múlt, hogy akkor, 1956-ban ez nem sikerülhetett. Mégis hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2021-ben egy szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk. Tisztelt ünneplő közösség! Jómagam valamikor a 80-as években gyermekfejjel hallottam először a forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az én korosztályomnak a szüleik és a nagyszüleik tudnak beszámolni a személyes élményeikről, amelyek az október végi napokhoz kötődnek. A nagyapám sokat mesélt ezekről az időkről, és ma is a fülemben csengenek a cseperedésemmel párhuzamosan egyre komolyodó szavai. Azt hiszem, 56 megértéséhez bizonyos élettapasztalatra is szükség van a tudásvágy és az érdeklődés mellett. Hiába tanuljuk meg az események menetét, hiába ismerjük meg a száraz tényeket, hiába nézzük a filmhíradókat, hiába tudjuk, mi történt. Mindez nem elég. 1956 szellemét érezni is kell, és ehhez járultak hozzá a nagyapám mondatai. Ő volt az, aki először mesélt az eseményekről, részletesen bemutatva, hogy hol mi is történt valójában. Egyetlen történelemkönyv sem tudja ennyire közel hozni az akkori idők hangulatát. Szerencsés vagyok, hogy továbbadhatom az így megszerzett személyes tudást. Úgy gondolom, sok-sok embernek maradt örök emlék, amikor a magyar zászlóból a kéznél lévő bicskával kivágták az idegen címert, és megszületett a forradalom megrendítően kifejező szimbóluma, a lyukas lobogó. Számomra 1956 eseményeit az a gyümölcsfa szimbolizálja, amelyet ugyan kitört a vihar, de a fa az új életet, a gyümölcseit a kérgében keringő táplálékkal felneveli, beérleli. Ledöntötte ugyan a szélvész, a túlerő, de legyőzni nem tudta. A 20. századi magyar történelem mártírjai, köztük az 56-os forradalom és szabadságharc halottai csak lélekben lehetnek közöttünk. De azokkal az 56-os hősökkel együtt, akik ma is velünk vannak,
méltó példaként állítható a jelen és a jövő ifjúsága elé. Utat mutattak egy olyan világban, ahol minden egész eltörött. Utat mutattak, és tiszta szívből köszönöm, hogy ma is az ő útjukat járhatjuk valamennyien. Köszönöm szépen. Most a koszorúzókat szeretném kérni, hogy készüljenek elő. Nyitvárdházaváros önkormányzata nevében koszorúz Tóth Balázs polgármester úr és Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyzőasszony. A nyitvárdházi Fidesz részéről Kovács Zoltánné és dr. Lénárt Attila helyezi el a koszorút. A Nyíklátházi Tagiskolája nevében Szekeres Tamás intézményvezető és Zsolakovics Éva intézményvezető helyetteskese helyezik el a koszorút. A Dargai Attila gyermekvarázs óvoda képviseletében Kálné Vaskánszki Judit óvoda vezető és Körhegyiné Pap Adrián vezető helyettes helyezi el a megemlékezés uralkodó. Nevében köszönöm Balogh Lajos vezető helyettes és Radóczi Varga Judit. A Nyíklátházi Gondozási Központ képviseletében Éliásné Minden Mónika intézményvezető és Boncsér Józsefné intézményvezető helyettes helyezi el a koszorút. Képviseletében Kovászik Jánosné klubvezető és Zele Jánosné koszorúz. A Búzavirág nyugdíjas klub képviseletében elhelyezi a megemlékezés virágait Hegedű Zoltánné klub.
vezető és tanítványozó. Művelődési ház és könyvtár képviseletében Emlődi Márta és Szabó Csaba néha jelzi el a megemlékezés befejezéseképpen arra szeretném kérni Önöket, hogy szintén az ifjúsági fúvószenekar kíséretében énekeljük el közösen a szózatot. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Várom Önöket 2 hét múlva is. Viszontlátásra!